rendszereit kiszolgálva adminisztratív eszközökkel próbálja ellehetetleníteni az ellenzéki pártokat a 2018-as választásokra való felkészülésben. Nem csak az Együtt, hanem más ellenzéki pártok is teljesen hihetetlen indokkal kaptak büntetést a tegnapi nap folyamán. Az Együtt egész konkrétan 19 millió forintnyi büntetést kell, hogy befizessen egy észrevételezési 15 napos időszak után az állami számvevőszékhez. Állítólagosan azért, mert az irodánkat úgy béreljük, ami nem felel meg a pártfinanszírozási törvénynek, tehát az ÁSZ állítása szerint, bár indoklás nélkül, de azt állítják, hogy mi többért béreljük az irodát, mint az a piaci ár. Ez azért teljesen egyértelmű politikai támadás, hiszen ugyanezt a szerződést az ÁSZ már korábbi vizsgálatoknál látta, észrevételezte, és nem emelt kifogást semmit ezzel kapcsolatban. És hát már csak azért is biztosak vagyunk abban, hogy hazugság, amit állítanak, mert hogy az interneten találtuk magát az irodát, amit egyébként a 246 négyzetmétert 508 ezer forintért béreljük, ez egy sokan jártak már ott, ez egy harmadik emeleti, gyakorlatilag lift nélküli padlástér beépítés, ahol még a csapból is csak hideg víz folyik, és a légkondicionálást magunknak kellett megoldanunk. Tehát, hogy tökéletesen egyértelmű, hogy az ÁSZ politikai megrendelésre az ellenzéki pártok munkáját próbálja ellehetetleníteni. Ez a tendencia teljesen egyértelműen mutatja Orbán hatalomgyakorlását, aki rendkívüli módon fél a hatalma elvesztésétől, pontosan tudja azt, hogy a fideszes politikusoknak jelentős része börtönben fogja végezni, amikor az igazságszolgáltatás ismét független lesz. Ezért érdeke, hogy nincs más eszköze, hogy megakadályozza az ellenzéki pártokat a választásokon való indulásban. Az a rendszer, amit ma Orbán felépített és amit üzemeltet ilyen módon, teljesen megegyezik az ázsiai illiberális demokráciák rendszerével, ahol adminisztratív eszközökkel próbálják az ellenzéket kiszorítani a napi politikából. Az Együtt részére ez a 20 milliós bírság azt jelenti, hogy gyakorlatilag januárban és február elején közel két hónapig nincsen miből az alkalmazottainkat fizetni, nincsen miből az irodabérletet fizetni, nincsen miből semmilyen járulékos költséget kifizetnünk, és ismétlem, ennél az eljárásnál nincsen mód fellebbezésre, nincsen mód jogolvasati lehetőségre. Az Együttől függetlenül vizsgálja, hogy milyen jogi lehetőségek vannak, amivel megtámadható ez a bírság, illetve nyilvánvalóan a nemzetközi közvéleményhez, illetve diplomáciai szervezetekhez fordulunk, mert teljesen egyértelmű, hogy ilyen módon a 2018-as választások Magyarországon nem lesznek demokratikusak, se fair, tehát se igazságos, se kiegyenlített nem lesz, és ezt felháborítónak tartjuk. Meggyőződésünk, hogy minden más párt, amely ilyen büntetést kapott az elmúlt napokban, hasonlóan jár el, és mi szolidaritásunkat biztosítjuk őket is arról, függetlenül attól, hogy egyébként nem ismerjük az aktuális körülményeket. Bár érdekes, hogy minden pártnál irodabérletre hivatkozik az ÁSZ, amikor megállapít valamiféle tiltott pártfinanszírozást. Ennyit mondanék most így, és kérdéseket természetesen várom. Bocsánat, azt hiszem, rosszul hangzott el, arról volt szó, hogy a piaci árnál olcsóbban béreljük, amelyik drágában tette, ugye? Okay. Nem tudom, csak nekem. Azt értik, remélem, akkor, hogy az ÁSZ azt állítja, hogy a piaci ár feléért béreljük ezeket az ingatlanokat, vagy az ÁSZ azt állítja, hogy a piaci ár feléért béreljük az irodánkat, holott ez teljesen hamis, mi az interneten találtuk ezt az irodát, és hát az ÁSZ maga is látta már ezt a szerződést a korábbi vizsgálatok során, de soha nem emelt ezzel kapcsolatban kifogást, de zárójel, hogy valaki megnézi ma az ingatlan hirdetéseket, pontosan ilyen árakon lehet találni C kategóriás irodahelységeket azon a környéken, ahol az irodánk van. Igen. Kis Móra vagyok az Echo TV-től. Tervezik-e, hogy önök is gyűjtést szerveznek? Így van, én a Facebook oldalamra már ki is posztoltam, várjuk azon adományozóknak a kisebb-nagyobb adományait, akik fontosnak tartják azt, hogy az Együtt is részt tudjon venni a politikában, hiszen ez két havi teljes költségvetésünket vinni el ez a büntetés, ami teljesen nyilvánvalóan törvénytelen. Feljelentést is fogunk tenni az ügyben az ÁSZ megfelelő személyei ellen, akik nyilvánvalóan hivatali visszaélést követnek el, amikor mindenféle vizsgálat, mindenféle alátámasztás érv nélkül, kamu indokra hivatkozva büntetnek meg pártokat. Más témában is van kérdésem. Igen, még. Ja, igen, ott még a témában talán, igen. Veszélyben van az egyik tanítás indulása, amit megosztom fel, illetve most az, hogy várható-e, hogy a kapott a fizetésre, nem lesz.
per pillanat egy véleményezés időszak áll előttünk, tehát 15 napig elvileg véleményezhetjük meg, kifogásolhatjuk ezt a hamis állítást, ezt meg is fogjuk tenni, utána válik a büntetés élővé. Én abban egészen biztos vagyok, hogy ez együtt indulni fog a választásokon, hiszen mi a civil létből jöttünk, ahol mindenki ingyen dolgozott eddig is, és mi a hitünkért vagyunk itt, és az országnak akarunk jobbat, nem nettó a fizetésért, függetlenül attól, hogy ez hosszú távon egyébként nyilván nem tartható fenn. Tehát mi biztosan indulunk a választásokon, bízunk abban is egyébként, hogy a választópolgárok adományára is számíthatunk a tekintetben. Igen, akkor odaadom, jó, először, mert hagyjuk. Köszönöm. Igen. Tegnap az MSZP és a DK bejelentette, hogy megállapodtak, mit szól ehhez a megállapodás? Én a megállapodásnak azon részét tudtam értelmezni, amiben azt kommunikálták, hogy nyitottak arra, hogy más pártokkal is megegyezzenek. Ugye önmagában értelmezhetetlen az, hogy a 106 választókerület kettő párt felosztja egymás között, hiszen ezzel nem valósul meg a koordináció, ez a Fidesz kottája, így nem állítható elő az a helyzet, hogy mind a 106 választókerületben egy, azaz egy darab ellenzéki jelölt álljon a Fidesz jelöltjével szemben. Egyből kaptam az alkalmat, és írtam Molnár Gyulának és Gyurcsány Ferencnek egy levelet, hogy az együtt azt szeretném még karácsony előtt, hogy lezáruljanak ezek a tárgyalások, tehát én ma is, holnap is nyitott vagyok erre, hogy lemenjen a megállapodás. Szó volt arról, hogy illetve hallani, hogy Karácsony Gergely a főpolgármist azt szeretné lenni, Gyurcsány Ferenc is hangsúlyozta, hogy csak fővezetni a listát. Hogy látja, hogy ezek a személyi kérdések, hogy előtérbe helyezik a személyeket, ez mennyire hátrált? Hát én azt látom általában, hogy szomorú az, hogyha pártok az egyéni politikai érdekeiknek megfelelően politizálnak, és nem Magyarország közösségéért. Az együtt az a párt, amelyik mindig felülemelkedett a saját érdekein, és nézte azt, hogy mi az összeellenzék érdeke. Itt is így járunk el, ezért is elsőként kezdeményeztük azt, hogy legyen leülés, tárgyalás a koordináció tekintetében. Most is ezt tartanánk a legfontosabbnak. A személyi kérdéseket majd ott lehet megbeszélni, ott van ennek a helye szerintem. Köszönjük szépen. Igen. A 444.hu-t jelent egy olyan cikk, amiben egy egyik olvasónak küldött egy felháborító, hogy a Fidesz az kizárólag a saját embereit próbálja jutalmazni, azoknak az állásaiban jó pénzeket fizet, miközben Magyarország népének, az embereknek a fejlődését szolgáló munkatársakat pedig semmibe vesz. Ilyenek az orvosok, az ápolók, tehát az egészségügyben dolgozók, ilyenek a tanárok is, akik gyakorlatilag égbérért dolgoznak, de túl azon, hogy mennyiért dolgoznak, már a munkájuk feltételeit sem biztosítja az állam, nemhogy még egy esetleg bónusztaknál. Nyilván a minisztérium dolgozóit, akik pedig kiszolgálják, vagy akár az ilyen függetlennek mondott intézmények dolgozóit, akik kiszolgálják a pártállam működését, azokat pedig jutalomban részesítik, felháborítónak tartjuk ezt. Igen. Szabó Dániel, TV2-től. Legutóbb sajtótájékoztatóján azt válaszolta a kérdésem,